Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, hisz ebben a szerelemben ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai. A választ erre a kérdésre megadja a fő papnő. Ez a fő papnő őrzi a titkok könyvét, amit Akasa krónikának nevezünk. Ebben vannak a sors utak leírva, és ha ő ezen elgondolkozik, hiszen ez a kép utal az ő gondolataira, akkor tisztában van azzal, hogy a ti találkozásotok nem a véletlen eseménye, hanem benne van a sorsok könyvében, és ebben hisz, megvan a hite. A második kártya utal az ő érzelmeire, és ezt mi most megtekintjük. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, és utal az ő érzelmeire. Ez a férfi szeret téged. És a harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, és erre is megtekintjük most a kártyát. Mielőtt kitérnék erre a képre, szeretném közölni veletek, hogy kérhettek tőlem jóslásokat, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Az információkat megtaláljátok ott lent az info boxban. És most megtekintjük ezt a kártyát. Itt a kelyhek láthatóak, és azok utalnak az érzelmekre. De te nem figyelsz oda rá, vagy elfordulsz tőle, vagy befele tekintesz. Az is lehet, hogy nem bízol benne, holott ő át akarja számodra nyújtani ezt a kelyhet, ami ott fönt bal oldalon látható. A képen látható, de a valóságban nem figyelsz oda rá, vagy nem hiszel abban, hogy ez a szerelem megvalósulhat. Ami várható, hogy a közeljövőben ő közeledik újra hozzád, és átnyújtja megint ezt a kelyhet, ami az érzelmekre utal. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utalhat a megoldásra. Itt az utak láthatóak, amikor a sors utak kereszteződnek, és ez ugyanazt jelzi, mint a fő papnő. A sors utatok kereszteződik, mert ez benne van a sorsok könyvében. De visszatérve erre az útkereszteződésre, az jelentheti azt is, hogy a sors utatokon elérkeztek most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, milyen irányba kellene tekinteni, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és ez azt is jelzi, hogy ti most fontos döntéseket fogtok hozni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!